Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Pécs megyei Góváros ünnepi közgyűlését látják a Pécsi Nemzeti Színházból. A mai közgyűlés levezető elnöke Gonda Tibor alpolgármester, az ünnepi szónok és a kitüntetések átadója pedig dr. Kusz Márta alpolgármester lesz. Most a himnusz következik, utána pedig Jordán Tamás, a Budapesti Nemzeti Színház főigazgatója, a poszt ügyvezetője, József Attila a Dunánál című versét mondja el. József Attila, a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehé. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova. Zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás. Úgy pattant, úgy feszült, minden hullám és minden csobbanás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök esőmódra hult, szintelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint holdfényes, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, és kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, amit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. És ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Verset írunk.
Ők fogják ceruzámat, és én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy talán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így lettem erős. Emlékszem ki, több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok, minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyámmá válok boldogon, apám s anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé, így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török tatár tót, román kavarog e szívben, mely e múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Kedves hölgyeim, uraim, kedves vendégeim! Több évre visszanyúló hagyomány, hogy szeptember 1-én a város napján találkozunk testvérvárosaink képviselőivel, ünnepi hangulatban adjuk át a városok kitüntetéseit, a testület együtt ünnepel Pécs kitüntetjeivel, kiemelkedő egyéniségeivel, a társadalmi-gazdasági élet szereplőivel. Az ünnepek fontosak mindannyiunk életébe. A mai ünnep talán azért bír különös jelentőséggel, mert Pécs megyeiugóváros önkormányzata jelenlegi közgyűlésének utolsó ünnepi ülése ez. Szeretném ezért külön tisztelettel köszönteni a közgyűlés tagjait, a kisebbségi önkormányzatok tagjait, és a pécsi tévé közvetítését figyelemmel kísérő nézőket, Pécsváros lakosságát. Kérem, engedjék meg, hogy külön is köszöntsem dr. Szili Katalin asszonyt, az országgyűlés elnökét, dr. Bagi István és Kis László urat, alkotmánybírókat, országgyűlési képviselőinket, az egyházak képviselőit, a külképviseletek vezetőit, képviselőit, a bíróságok, ügyészségek, rendőrkapitányságok, rendészeti szervek vezetőit, dr. Bércesi Ferenc urat, a Baranya megyei közigazgatás hivatal vezetőjét, dr. Kékes Ferenc urat, Tasnádi Péter urat, Lászlóné, dr. Kovács Ilona asszonyt, a Baranya megyei önkormányzat tisztségviselőit, a régió és a megye önkormányzatainak jelenlévő polgármestereit, képviselőit, dr. Lénár László urat, Pécsi Tudományegyetem rektorát és az egyetem többi vezetőit, Pécs díszpolgárait, a gazdálkodó szervezetek vezetőit, művészetélet sajtóképviselőit. És végezetül engedjék meg, hogy Pécsváros nevében köszöntsem külföldi vendégeinket. Laktiváros küldöttségét Mika Makinen alpolgármester vezetésével, Eszékváros küldöttségét Antó Dapics polgármester úr vezetésével, Felbakváros nyugalmazott főpolgármesterét, díszpolgárunkat, Friedrich Wilhelm Kiel urat, Kolozsvár város küldöttségét, dr. Máté András vezetésével, Krakkov város küldöttségét, Christoph Grunner nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetőjének vezetésével, Arad város küldöttségét, Bognár Levente alpolgármester úr vezetésével, Újvidék város küldöttségét, Radován Jokics képviselő úr vezetésével, Olomouc város küldöttségét Iván Rastak sajtófőnök vezetésével, Sliven város küldöttségét Petya Rumenova Kurdová titkár vezetésével,
és végül, de nem utolsó sorban Terracina város vezetését, Stefan Nádi polgármester úr vezetésében. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és együtt ünnepelnek ma velünk. Tisztelt közgyűlés, felkérem dr. Kunsz Márta alpolgármester asszonyt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt közjogi méltóságok, tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim! Szeptember 1-e van, a város ünnepe. Mindenek előtt köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és együtt ünnepelnek velünk. A közgyűlés tudatosan és jól döntött akkor, amikor a város ünnepének az első magyar egyetem a Pécsi Universitas alapításának napját választotta. A testület olyan napot jelölt meg, amely átível múlton, jelenen és jövőn, ahogy ezt 2000 éves városunk is teszi. Amikor szeptember 1-ét választottuk a város napjának, nem az ünneplésre kerestünk ürügyet. 15. éve tiszteletben tartva város történelmét az egyetem alapításának napján emlékezünk Nagy Lajos királyra, az államfőre, aki nem csak szavakkal, de tevőlegesen történelmi távlatokban fejlesztette Pécset. Vilmos püspökre, aki tudta, hogy a tudásnak, az új, modern gondolatoknak otthont adva lehet csak várost építeni és Európa részévé tenni. 2006-ot írunk. Országgyűlési képviselőket választott, s a közeljövőben önkormányzati képviselőkre voksol az ország. A közgyűlés ma is, immár hagyományosan a Pécsi Nemzeti Színházban tartja ünnepi ülését. De tudjuk, a testület ebben az összetételben utoljára ünnepel együtt. Vállaltunk egy szolgálatot, s megbízatásunk lassan lejár. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 4 évben az önkormányzat pártjai együtt tudtak gondolkodni, ha a város fejlődése volt a tét. Természetesen voltak eltérő álláspontok, vélemények a sorrendről, a fejlesztések megvalósításának módjáról, a hangsúlyokról. De amikor nagy dolgokról kellett dönteni, a közgyűlés, a bizottságok egységesek voltak. A városért. Kívánom, ez a jövőben is így legyen. A nemzetközi kapcsolatok, a testvérvárosi, partnervárosi együttműködések mindig fontos szerepet töltöttek be életünkben. Kérem, engedjék meg, hogy Pécsváros nevében köszöntsem a velünk együtt ünneplő küldöttségek vezetőit, tagjait. Az aktuális évfordulókról megemlékezve külön is köszöntöm a finnországi Lahti város küldöttségét. Idén 50 éves az első magyar finn, s egyben az első pécsi testvérvárosi kapcsolat, amelynek születése pár héttel előzte meg az 1956-os forradalmat. Külön köszöntöm Friedrich Wilhelm Kiel urat, a németországi Felbach város nyugalmazott főpolgármesterét, városunk díszpolgárát, aki 20 évvel ezelőtt írta alá a Felbach-Pécs testvérvárosi kapcsolatról, az akkor még nyugatnémet magyar testvérvárosi együttműködésről szóló dokumentumot. A jubileumok megerősítenek bennünket az együttmunkálkodás eredményességében. Kívánom vendégeiknek, hogy érezzék magukat otthon Pécset, e vendégszerető városban, és ez a találkozás is erősítse a városaink közötti barátságot. Ma ünnepelünk. Ugyanakkor egy választási ciklus ünnepi mozzanatán elkerülhetetlen, hogy ne számoljunk be 4 év munkájáról. És hogyan is tudnánk jobban ünnepelni, mint a jól elvégzett munkának együtt örülve? Az elmúlt 4 évben sikerült közelebb hoznunk városunkhoz a világot, és jelentős eredményeket értünk el Pécs jobb elérhetőségével kapcsolatban. Középkategóriás repülőteret hoztunk létre, mellyel a 21. századi fejlődés feltételét teremtettünk meg. Ma már közvetlenül repülhetünk Bécsbe és visszafelé, Bécsen keresztül, a világ bármely pontjáról utazva hazaérkezhetünk. És hogy mit hoz a jövő? Elmondhatjuk, a repülőtér további sorsa már nem az önkormányzaton, hanem elsősorban rajtunk,
pécsieken múlik, utazási szokásainkon, szervezőkészségünkön. Az M6-os gyorsforgalmi út megvalósítása országos feladat. Önkormányzatunk lehetősége a lobbizás volt. A korábbi évek meddő vitái helyett sikerült elfogadtatnunk egy olyan ütemezési és feltételrendszert, amely visszafordíthatatlanná teszi az M6-os építését. A városi közlekedés gondjainak csak az elkerülő utak megépítése adhat megoldást. Az elmúlt 4 évben elkészült a Somogyi Bacsó sportutcák rekonstrukciója és bővítése. Megvalósult a délnyugati elkerülő út a Kertvárostól a Patacsi M6-os útig tartó útszakaszt ünnepélyesen augusztus 20-án adtuk át. A városi úthálózat 2004. évi 400 millió forintos és 2005. évi 266 millió forintos felújításának folytatását a Szopiáne terv biztosítja. A tervben szerepel több mint 120 utca burkolatának felújítása, 8 műtárgy, köztük a Tuzér utcai nagy felújáró korszerűsítése. A Szopiáne terv megvalósulása Pécsváros történetének legjelentősebb útrekonstrukciója lesz. Folytattuk a helyi tömegközlekedés korszerűsítését, az elavult autóbuszpark dinamikus ütemű lecserélését. 4 év alatt 57 darab Mercedes autóbuszt állítottunk forgalomba. Tegnap adtuk át a kertvárosi déli buszdecentrumot, amely biztosítja az itt élő pécsiek és az agglomerációból ideérkező ingázók 21. századi kulturált közlekedését. Pécs történelmi hagyományait tiszteletben tartva mindent megtettünk azért, hogy megmentsük a várossal összenőtt zsolnai gyárat, a tradicionális porcelán termelést. Ma már a zsolnai birtokunkban van. A városfejlesztési lehetőségek mellett a porcelángyártás teljes felelősségével együtt. Folytattuk a szociális bérlakásépítési programunkat, így az elmúlt 4 évben a Széchenyi tervben biztosított pályázati lehetőségekkel élve összesen 297 új szociális bérlakást építettünk, és 113 lakást vásároltunk vissza. Az infrastrukturális hálózat kiépítése után kedvezményesen értékesítettünk 15 átriumház és 25 sorházi lakás építésére alkalmas lakótelket. Folytattuk az iparosított technológiával épült több lakásos lakóépületek energiatakarékos felújítási programját, az úgynevezett panelprogramot. 2006 végéig összesen közel 15 ezer lakás felújítására, ezzel egyébként elsők vagyunk az országban, 4,5 milliárdos munka elvégzésére került sor, amely az energiatakarékosság mellett értéknövelő, városszépítő tevékenységet is jelentett. Az ISPA program a tervek szerint halad. A 10 milliárdos beruházás városunk történetének első jelentősebb uniós és talán legnagyobb infrastrukturális fejlesztése. Az első ütem megvalósult, 2 milliárd értékű fejlesztés már elkészült, az érintett lakosok jelentős része használatba vette a közműveket. A város mindennapos életét befolyásoló, a szakmai szempontokból is nehéz engedélyezési, közbeszerzési, szervezési feladatok összességében a tervek szerint folytatódtak. Valamennyien tudjuk, az életviszonyok ilyen mértékű és minőségű változása mindig átmeneti problémákkal jár. Ezúton is szeretném megköszönni a város lakosságának türelmét és segítségét. És kérem, ne feledjék, mindennek ára van, de az idő múlásával egyre inkább csak a szépre fogunk emlékezni. A közgyűlésünk idén fogadta el az Életminőség Pólusa címet viselő fejlesztési programot. A környezetipar, az egészségipar és a kulturális ipar területén megvalósítani kívánt kulcsprojektek kiválasztása megtörtént, az előkészítési munkák folynak. A Pólus program körülbelül 100 milliárdos beruházási csomag, amelynek megvalósulása városunk gazdasági életét jelentős mértékben meg fogja változtatni.
Elkészült az önkormányzat 2004-2009-ig szóló intézményi felújítási programja, melyre közgyűlésünk 2005. évtől a költségvetés 1%-át biztosítja. E program keretében jelentős felújítások valósultak meg. Az I. és Gyula általános iskolában egy 3 csoportos óvoda kialakítására került sor, amely már megkezdte működését. A Miroslav Kreza horvát iskolában 1 évvel ezelőtt a kollégium és az aula készült el, a konyha rekonstrukciója idén márciusban megtörtént, a főépület teljes külső felújítása a napokban fejeződött be. A Koch Valéria német iskolában az országos német kisebbségi önkormányzat finanszírozásában korszerű kollégium létesült, 2 év óta az iskola fenntartását átadtuk a német önkormányzatnak. A nevelési központ teljes rekonstrukciója megkezdődött, az igen jelentős felújítási munka várható befejezési határideje 2007. augusztus 31. A Polák Mihály szakközépiskola oktatási épületének, illetve könyvtárának építése 2003-2004 években megtörtént, a létesítményeket az intézmény használatba vette. Az iskola tornacsarnokának építése hamarosan megkezdődik, a támogatási szerződést már megkötöttük. A Rácvárosi Pázmány Péter utcai általános iskola felújítása és bővítési munkái jó minőségben elkészültek. A Bánki Donát úti iskola rekonstrukciója és bővítése 2004-ben megtörtént. A Cipernovszki szakközépiskolában a térségi integrációs központ építési munkái megkezdődtek, a beruházás elkészülte után az épületegyüttes teljes felújítására sort kell keríteni. A Messzesi Csokonai iskola rekonstrukciója és bővítése rekonstrukciójára és bővítésére jelentős címzett támogatást nyertünk. Reményeink szerint a beruházás az idén megkezdődik, és várhatóan jövőre be is fejeződik. Az egészségügyi és szociális ellátás területén önkormányzatunk egyrészt mintarégió kialakítását, másrészt az ellátási rendszer párhuzamosságainak kiküszöbölését kezdeményezte, együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetemmel és a Baranya megyei önkormányzattal. A közel 70 milliárdos projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez visszanemtérítendő 160 millió forintos támogatás nyerhető el, amelyhez a pályázatot benyújtottuk. Elvégeztük a szociális ellátás feladatainak, az intézményrendszer állapotának vizsgálatát. A szociális ellátások, szolgáltatások területén több jelentős szervezési intézkedés történt, például elkészült a város szolgálat kutatás tervezési koncepciója. Több újszerű kezdeményezés jellemezte a tartós munkanélküliek foglalkoztatását is. A sport területén aktualizáltuk a város sportkoncepcióját, elkészült a korszerű műanyag atlétikai pálya, befejeződött a diák sportcentrum felújítása, és megvalósult a Dél-Dunántúl legkorszerűbb nagyméretű műfüves labdarúgó pályája. A Pólus program ismertetésénél már jeleztem, a város 3 stratégiai területet kíván fejleszteni. Ezek egyike a kultúra, a kulturális turizmus. E gondolatok jegyében pályáztunk a világörökségi helyszínek bemutathatóvá tételére. Elképzeléseink megvalósítására 1,5 milliárd forintot nyertünk az Európai Uniótól. A 2004-ben megkezdett beruházást idén októberben adjuk át a nagy közönségnek. Ugyancsak kulturális hagyományrendszerünk középpontba állítása motiválta az Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázását. Pécsett a rendszerváltást követően megőrizve, megtartva formálódott újjá a kulturális intézményrendszer. Jelentős új rendezvények indultak útjukra, mint a Pécsi Napok, a Tavaszi Fesztivál, a Gasztronómiai Fesztivál, a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a Nyári Színház rendezvénysorozata, a Pécsi Filmünne. Mindez azt jelenti, hogy alkalmazkodva a változó körülményekhez, valamennyi évszakban kimagasló kulturális produkció várja a városlakókat és a hozzánk látogató idegeneket. A fenti kulturális kínálat kiegészül a színházak és a Pannon Filharmonikusok repertoárjával, valamint méltán neves múzeumaink tárlataival.
Erre az alapra építve kulturális örökségünk hasznosításának tervét álmodtuk meg a kultúra fővárosi pályázatunkban. Asszetű Csokorba milyen infrastruktúra szükségeltetik ahhoz, hogy ideális környezetben tehessük azt, amit eddig szűkös körülményeink között teremtettünk meg. Önök valamennyien jól tudják, hogy álmainkat siker koronázta, 11 város közül mi kaptuk meg a kormánytól a lehetőséget arra, hogy a magyar kultúra nagykövetei legyünk 2010-ben Európában. Az Európa Kulturális Fővárosa program beruházásainak keretében közel 36 milliárd forint, programjaira pedig 9,4 milliárd forint áll rendelkezésünkre 2010-ig. A Pólus programra szánt 100 milliárd forinttal együtt Pécs 2017-ig közel 145 milliárd forint értékű fejlesztési forráshoz juthat. Utoljára ilyen mértékű fejlesztési lehetőség a kiegyezéskori Magyarország generációjának jutott. Ha pécsi viszonylatokra fordítjuk le a dolgokat, akkor a zsolnaiak, az angszterek, a litkék, a piacsekek nemzedéke volt ez a generáció. Az a nemzedék, amelyik megteremtette a modern iparvárost. Előttünk most ugyanez a lehetőség áll. Rajtunk. Mai városlakókon múlik, képesek leszünk-e élni adottságainkkal. Meg tudjuk-e újítani ugyanúgy Pécset, mint elődeink tették a századok során. Én bízom magunkban, s a bennünket követő ifjú generációkban. Városunkban most különböző nézetek csapnak össze, hogy időben vagyunk-e, jól teszünk-e mindent. Sokszor e viták zavarónak tűnnek, egyszerűbb lenne talán nélkülük. Aki azonban részleteiben ismeri a történelmi elődök hétköznapjait, jól tudja, ők éppen így tamáskodtak terveiket illetően. Mindez a kihívások és a felelősségérzet velejárója, annak a jele, hogy mindenki részt kíván venni a munkában, s a lehető legjobbat szeretni látni a megvalósulásban. Az utókor a vitákra nem, csak a sikerekre emlékezik majd. Remélem, a mi utódaink is a város felemelkedésének szorgalmazóiként fogják emlegetni egyikünk másikunk nevét. S ha már a városért tevékenykedő személyiségek soránál tartok, kötelességem megállni egy pillanatra. Valamennyien jól tudjuk, hogy ezt a beszámolót nem nekem lenne tisztem elmondani a mai napon. Nálam sokkal méltóbb és avatottabb lenne a feladatra Toller László polgármester úr, aki a város első embereként 8 éve fáradhatatlanul tevékenykedett Pécs felemelkedéséért. Tragikus balesete megakadályozta napi teendőiben. Reméljük, még részt vehet a jövőben szeretett városunk sorsának alakításában. Kívánunk neki innen is mielőbbi gyógyulást. Hölgyeim és uraim! A nagy elődök felsorolása szinte lehetetlen, de tudjuk, hogy ma is vannak közöttünk olyan személyiségek, akik életútja vagy kiemelkedő szakmai tevékenysége már elválaszthatatlan Pécstől. Ma kitüntetésekkel fejezzük ki a város elismerését, példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, városunk szellemi és anyagi gyarapodáshoz való hozzájárulásukért. Tisztelt kitüntetettek! A közgyűlés és Pécsváros lakossága nevében köszönöm a város iránti szeretetüket, az elnyűhetetlen hivatástudatot, a közösségért való tenni akarást, a szép eredményeket. Kívánok, egy kicsit magunkra is gondolva, valamennyiüknek további sikereket, hiszen eddigi eredményeik ismeretében tudjuk, sikereik egyben Pécsváros sikerei is. Örökségünk-e város? Az örökség minden felelősségével. Felelősek vagyunk azért, hogy múltunkat tiszteletben tartva,
közös erővel a harmadik évezred elvárásainak megfelelő várost építsünk. Olyan várost, amely megőrzi sajátos hangulatát. Ma városunk ünnepén a közgyűlés és dr. Toller László polgármester úr nevében is kívánok Pécs városának, az itt élő embereknek sok sikert, szép eredményeket, boldog jövőt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you.
Hölgyeim és uraim, tisztelt ünnepi közgyűlés! A vendéglátó Pécsi Nemzeti Színház nevében szeretettel köszöntöm az ünnepi közgyűlésen megjelenteket. Pécs város vezetőit, a képviselőtestület tagjait, a kitüntetetteket, valamennyi megjelent kedves vendéget. Az ünnepi közgyűlés elején elhangzott himnuszt a Mozart együttes előadásában hallhatták, melynek tagjai Barta Noémi, Fülöp Alajos hegedű, Szőlősi Melinda brácsa, Szakács Viktória cselló, énekelt Kuti Ágnes, az együttes művészeti vezetője Szamosi Szabolcs. József Attila a Dunánál című versét Jordán Tamás a Budapesti Nemzeti Színház főigazgatója, a Pécsi Országos Színházi Fesztivál KHT társigazgatója mondta el. Tisztelt közgyűlés, szakmai díjak átadására kerül sor. Felkérem dr. Kunsz Márta alpolgármester asszonyt a díjak átadására. Tisztelt hölgyeim és uraim! A közszolgálatáért érdemjel bronzfokozatát adományozta dr. Lampert Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter augusztus 20-án dr. Jászberényi Gábor, a Baranya megyei közigazgatási hivatal koordinációs szervezési főosztályvezetője és Rice Jánosné Pécs megyei jogú város polgármesteri hivatalának ügyintézője részére. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Vlasics Gyula díjban részesítette Laknerné Brückler Andreát, a Pécsi Kulturális Központ igazgatóját. Kérem az előbb felsoroltakat fáradjanak fel a színpadra, ugyanakkor megragadom az alkalmat, hogy megjegyezzem, dr. Jászberényi Gábor hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Gratulálunk a kitüntetetteknek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Pécs megyei jogú város önkormányzata, támogatási közalapítványa dr. Safarné Kele Éva asszonynak, pedagógusnak, Pécs város és Baranya megye területén élő hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő, segítségre szoruló személyek részére készített átfogó, hatékony szociális program kidolgozásáért az év szociális segítője kitüntető címet adományozta. A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma Gál Csaba úrnak, a PEAC vívó edzőjének, Pécs város vívó sportjának fellendítése érdekében folytatott tevékenységért, több évtizedes sikeres edzői munkájáért, a Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta. Gratulálunk! A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma Jorcsák József úrnak, 33-szoros magyar bajnok, világbajnoki harmadik helyezett és kétszeres Európa bajnoknak a kickbox sportágban elért kiemelkedő magyar, Európa és világbajnoki eredményeiért, valamint az edzői tevékenysége során elért sikerekért a Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta. A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma Gáspár Gábor úrnak, a Babits Mihály Gimnázium testnevelő tanárának és edzőjének, kiváló sportvezetői, testnevelő tanári és pedagógiai munkájáért a Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta.
Pécs megyei jogú város közgyűlése Molnár László úrnak, a Pécsi Közbiztonsági Egyesület ügyvezető elnökének, Pécs városáért, valamint vonzás körzetéhez tartozó települések közbiztonságáért végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért Pécs város közbiztonsági díja kitüntetést adományozta. Molnár László 1990. márciusában megalakította a Bűnmegelőzés és Vagyonvédelmi Egyesületet, ahol társadalmi munkában segítették a rendőrség munkáját az egész városban. Pécs megyei jogú város közgyűlése Gömöri Miklós Józsefné asszonynak és Tóka Alina úrhölgynek, pedagógusoknak a lengyel nyelv és irodalom megismertetéséért és népszerűsítéséért végzett fáradhatatlan, kimagasló és példaértékű tevékenységük elismeréseként Pécs város kisebbségi díja kitüntetést adományozta. Gömöri Miklósné az Árpád-házi Szent Margit kollégiumban dolgozik nevelőtanárként és könyvtárosként. Tóka Alina folyamatosan pedagógusként dolgozott különböző pécsi tanintézményekben. Mindkét tanárnő 10 éve tanítja a gyerekeket lengyel nyelvre. Pécs megyei jogú város közgyűlése Behekné Barta Mária vállalkozónak hosszú éveken át a rászorultak érdekében végzett önzetlen és odaadó segítségéért, valamint munkájának elismeréseként Pécsváros humanitárius díja kitüntető címet adományozta. Behekné Barta Mária a vendéglátás területén igen kiemelkedő munkát végez, és 2 évtizede folyamatosan magas színvonalú szolgáltatást nyújt, melyek emelik és pozitívan minősítik Pécs városát. Pécs megyei jogú város közgyűlése professzor dr. Szolcsányi János úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának, a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött kivételesen kimagasló eredményei elismeréseként Pécs város tudományos díja kitüntető címet adományozta. Dr. Szolcsányi János, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, aki alapító tagja, valamint elnökségi tagja, illetve elnöke több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak és bizottságnak. Pécs megyei jogú város közgyűlése Dr. Sohár Endre úrnak, a Pécsi Polgármesteri Hivatal népjóléti főosztálya vezetőjének, Pécs városáért az egészségügyi és szociális ellátásban több mint 35 éves kimagasló munkája elismeréseként a Pécs város közszolgálati díja kitüntető címet adományozta. Sohár Endre munkájának köszönhetően Pécset jöhetett létre az ország egyik legjobban felszerelt és szakmailag kiemelkedő járóbeteg szakellátása, szociális tevék érzékenységének köszönhetően szintén az országban első között jöhetett létre az a hajléktalanokat ellátó intézményrendszer, amely mára már országosan is példaértékű. Pécs megyei jogú város közgyűlése dr. Mesné dr. Mezei Klára asszonynak, a Családért elnevezésű karitatív csoport alapítójának és vezetőjének, Pécs városában az idősek, betegek és a rászorultak érdekében végzett önzetlen és odaadó munkájáért a Pécs város szociális díja kitüntető címet adományozta. A kallódó gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás az, ami dr. Mesné dr. Mezei Klárához a legközelebb áll, és immáron 10 éve a legtöbb energiáját vesz igénybe. Ő alapította a Don Bosco napközit is. Pécs megyei jogú város közgyűlése Csaba Gyula építész úrnak magas színvonalú szakmai munkájáért a város és a régió építészeti, városépítési kultúrájának fejlesztéséért Pécs város műszaki díja kitüntető címet adományozta.
Csaba Gyula 1999-től az FVM Dél-Dunántúli Területi Tervtanács tagja. Jelentős szerepet játszik a régió építészeti kultúrájának alakításában. Tagja a Dél-Dunántúli Építészkamarának, a Magyar Urbanisztikai Társaságnak és a Pécsi Önkormányzat Tervtanácsának is. Pécs megyei jogú város közgyűlése Czerpán István úrnak, a Pécsi Vasutasportkör ügyvezető elnökének kiváló sportszakmai és szervezői tevékenysége elismeréseként Pécs város testnevelési és sportdíja kitüntető címet adományozta. Czerpán István 1989 óta a Pécsi Vasutasportkör ügyvezető elnöke. Az egyesület az elmúlt 15 évben 6 szakosztályjal gyarapodott. A régió legnagyobb és legeredményesebb sportszervezetévé vált. Több alapítványi és civil szervezet kuratóriumában és vezetőségében Pécs is részt vesz. Barkó György úrnak, a Pécsi Nemzeti Színház színművészének maradandó és Pécs színházi életét több éven keresztül meghatározó munkássága elismeréseként Pécsváros művészeti díja kitüntető címet adományozta. Barkó György munkássága során számos színházi, filmszínházi, illetve televíziós szerepben nyújtott sokak számára maradandó teljesítmény. Színpadi játékát több fesztiválon jutalmazták. Kollégái és ismerősei mind Erdélyben, mind Magyarországon emberségért, tisztességért, ember és munka szeretetért tisztelik és becsülik. Pécs megyei jogú város közgyűlése Csonka Károly úrnak, fotóművésznek, kiemelkedő művészi életművéért, a város magas művészi színvonalú népszerűsítéséért és a pécsi testvérvárosi kapcsolatok érdekében végzett munkásságáért posztumusz Pécs város művészeti díja kitüntető címet adományozta. A kitüntetést felesége Csonka Károlyné veszi át. Csonka Károlynak 1992-ben a Pécs Történet Alapítvány kiadásában látott napvilágot Pécs Egykor és Ma című könyve. 2001-ben Demién Ferencelli és Eszkonc Istvánnal közösen készítették el, az Alexandra kiadó gondozásában megjelent a Város mindörökre című magyar német Pécs megyei jogú város közgyűlése Mezei József úrnak, a Hajnóci József Kollégium igazgatójának, kiváló szakmai, diákközpontú nevelőtanári, illetve több mint másfél évtizedes igazgatói munkásságáért Pécsváros oktatási díja kitüntető címet adományozta. Mezei József jelenleg 16. esztendeje Hajnóci József Kollégium igazgatója. Olyan szervezeti struktúrát alakított ki és működtetett jól az intézményben, amely mindig képes volt alkalmazkodni a bekövetkezett változásokhoz, biztosítva a hatékony intézményi működést is. Pécs megyei jogú város közgyűlése Csatlós Ferenc úrnak, a Bányász Kulturális Szövetség elnökének Pécs keleti város részében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért, valamint a közművelődés területén végzett értékes munkásságáért, elkötelezettségéért Pécs város közművelődési díja kitüntető címet adományozta. Csatlós Ferenc, a Bányász Kulturális Szövetség ügyvezető elnöke, majd elnöke lett, és jelenleg is e posztot tölti be. 1997-től elnöke a budapesti székhelyen működő Bányász Művelődési Intézménynek, szövetségnek, és elnökségi tagja szintén budapesti területi művelődési intézmények szövetségének is.